A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma kórusról, egy nagyszerű kórusról fogunk beszélgetni, annál is inkább, mert hogy tegnap volt a hagyományos farsangi est a Szent István Művelődési Házban, Vox Mirabilis Kamarakórus, vendégem pedig Zemlényi Katica Karnagy, tisztelettel köszöntelek, szervusz! Szervusz, örülök, hogy itt lehetek! Csoda est volt, hiszen a Vox Mirabilis kórus mellett itt volt természetesen Zemlényi Eszter, aki évről évre otthonról hazajön, az ő pályatársa Bojtos Luca, az Operettszínház kiváló énekművésze, Kéri Tamás, a zongoraművész, és két fiatal tehetséget is hallhattunk a mellettük. Én azt hiszem, hogy csoda este volt. És mielőtt beszélgetnénk, mert nyilván erről is kell, hogy néhány szót váltsunk, nézzük meg azt a bejátszást, amit a végén készítettünk, és már most mondom, kedves nézőink, hogy a vastaps korán sem véletlen. Szinte biztos vagyok benne, hogy mindenki szíve szerint táncra perdült volna, ha lett volna hely, hiszen teltház fogadta. Én azt gondolom, hogy ehhez csak gratulálni lehet. Méltó volt ehhez a farsangfarki sorozathoz, amit a tiétek mindenestől. Viszont nagyon-nagyon fontos ez az esztendő. Minden év fontos, de ez kiemelten, hiszen azért tudjuk, hogy koronavírus járvány után vagyunk, arról nem beszélve, hogy számtalan közművési intézmény kénytelen volt bezárni az elmúlt időszakban.
ezért aztán most hajrá lesz, ugye a színház is megnyit március 1-től, de azért hiányoznak azok a közösségi események, amelyek a kultúra szempontjából kiemeltek, és egy Vox Mirabilis fellépés mindig az, ezt most bebizonyítottátok. No, hát akkor ugye nézzük meg, hogy mi minden. Ugye ez volt a Farsangi koncert hangversenybérlet sorozat része, és hát akkor már is márciusnál vagyunk, mert hogy itt most a kiemelt nagyobb fellépésekről kell, hogy beszéljünk. Nézzük márciust a Bazilikába, látogassunk el, mert én azt hiszem, hogy a hídben élő emberek nagyon is jól tudják, hogy mi mindent jelentett nekünk 25 esztendővel, negyed századdal ezelőtt, hogy Spányi Antal megyés püspök őt felavatták, és hát ezt méltósággal kell megünnepelni. Így van, egy gondolattal még visszatérve a karácsonyi éjféli misére, amit a Duna TV közvetített, és minket ért a megtiszteltetés, hogy ott a Bazilikában mi énekelhettünk élőben, és alig lett ennek vége, januárban már a következő felkérést is megkaptuk a püspökségről, Spányi Antal megyés püspök atyától, hogy a püspökké szentelésének 25. évfordulóján, március 28-án a Bazilikában, ezen az ünnepi szentmisén szintén mi énekeljünk, sőt, hát igazából rám bízta ezt a zenei szolgálatot, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy nekünk ez nagyon sokat jelent, nagyon sokat számít, hiszen együtt dolgoztunk vele, hiszen számos miséjén énekeltünk, nagyon sok augusztus 20-ai, augusztus 15-ei, vagy húsvéti, vagy karácsonyi közös programon vettünk részt, nem is beszélve a kamarakórus fesztiválokról, amiknek ugye ő az egyik fővédnöke, és ez hát azért jelzi a rangját ezeknek a fesztiváloknak, úgyhogy nagyon készülünk erre, ez egy nagyon érdekes esemény lesz, hiszen 25 éves püspökké szentelési évforduló azért az nem sokszor adatik itt a Bazilikában, és hát ugye azt tudni kell, hogy ez még bőven nagybőjti idő lesz, tehát az ünnepséget úgy kell megszervezni, már ezt az ünnepi szentmisét, hogy ugye a nagybőjtnek a hangulata legyen, a zenében is kifejezve, de mégis az öröm, úgyhogy egyeztetünk, és nagyon várjuk ezt az eseményt, hogy ezen részt vehetünk. Mennyire kell különleges dalokkal készülni egy ilyen eseményen, hiszen ez egyházi esemény egyértelműen. Így van. Hát elsősorban Spányi megyés püspök atya velünk együtt, a papsággal együtt, és biztosan lesznek itt más püspök atyák is. Istennek ad hálát az ő püspökké avatásáért, meg az, hogy Székesfehérváron ugye nagyon-nagyon régóta itt van már, és hát ilyenkor meg kell találni azt a kis rést, ami a nagybőjt, ugyanakkor az ünneplés. Ugye tudni kell, mint egyházzenésznek nekem mindenképpen, hogy nagybőjtben nincs alleluja, tehát az alleluja a legnagyobb örvendezés, de hogy enélkül is meg kell tudni oldani, hogy ne. Már találtam két olyan nagyon szép egyházi kórus művet, amit kifejezetten erre az alkalomra írtak, és a hála hangja szól belőle, úgyhogy mi most a farsangi koncertünk után, a következő próbán már erre fogunk készülni. Ami nagyon fontos, amit mondtál, hogy készülni. Mert nyilvánvaló, hogy egy kórus életében rendkívül fontos a felkészülési időszak. És mivel ti sokféle, tehát sokszínű programmal álltok elő, itt mondom is már is, hogy ugye most volt a Farsan Farki. Itt ez azért volt különleges, mert eddig teljesen más műsorral. Most pedig jött az operett, különböző népszerű dalok halmaza, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ezt hitelesen lehessen előadni. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és köszönöm szépen, mert egy szép, mély, komoly koncertet megtartani, ott állni a közönség előtt, és elénekelni, ez nekünk mindig egy nagy vágyunk, és mindig egy különleges. De én azt gondolom, hogy sokszínűnek kell lenni. Ugye idáig is ezek a farsangi koncertek mindig valami némi mozgással jártak, az opera parádék is, aztán tavaly, mikor a bordalokat rendeztük meg, hát azért kis köténykékbe, kancsolatokat,
macsókkal jó kis bordalokat énekelni, az is egy különleges dolog. Ez a mostani sanzon és operett parádé, ez meg azért volt érdekes, mert azért az operettnek ezt a idézőjelbe vett könnyű műfaját fölvenni, és ezt megjelentetni színpadon azoknak, akik amatőr énekesek, ez nagyon különleges, és rá is kellett őket hangolni, egy kicsit erre lépéseket betanítani, meg hogy lehet ez tényleg, tehát hogy ne csak azt gondoljuk, hogy mi vidámak legyünk, hanem a közönség is azt vegye észre, hogy mi vidámak legyünk. Nagyon érdekes volt ez is, és ez a másfél hónapos felkészülés, ez nagyon különleges volt számunkra. Igen, mert ezek csak látszólag könnyebb dallamok, azért nagyon, és tudjuk, hogy az operett kultusz megköveteli a nagyon komoly dallam fűzéreket is. Viszont ugye március 28-án Kedről beszéltünk, április 1-én pedig hagyományosan nagybőti koncert lesz a Jézus Szíve templomban, ez szintén része a hangversenybérleteteknek, és hát itt jön az a kihívás, amit említettél, hogy 3 nappal később egy másik koncerttel kell jelentkezni, aminek bizonyos értelemben nagybőtkor más a tartalma nyilván, mint a Püspök atya 25 éves évfordulójának. Igen, az április 1-i nagybőti koncertünk az mindig egy zenés áhítat szokott lenni, tehát itt felolvasásra kerülnek mély nagybőti gondolatok is. Nyilván nem szeretnénk egy felolvasó estet tartani. Olyan sok szép húsvéti koncert van, és mi arra gondoltunk már évekkel ezelőtt, hogy mi pedig szeretnénk a közönségünket is felkészíteni húsvétra. Tehát a nagybőjtben, amikor még egy kicsit elmélyülünk, amikor még nem vidámkodunk, amikor még tényleg Krisztus halálára készülünk, hogy azt is meg tudjuk jeleníteni, hogy el tudjuk őket vinni. Nagyon hálásak egyébként ezért, és mi nem szeretnénk itt ilyen jól értsd, ilyen vallási bármit csinálni, de úgy gondoljuk, hogy igenis a közönségünknek is, akár járnak templomba, akár katolikus, akár protestáns, bármi, szükségük van arra egy kis lelki csemegére, egy kis lelki elmélyülésre, hogy tényleg ők is azt érezzék, hogy készüljenek húsvétra. Egy koncert akkor jó, hogy ha másképpen mégy ki a koncertről, mint ahogy bejöttél. Lehet vidáman kimenni egy farsangi koncert után, és lehet elmélyülten, nem szomorúan, csak esetleg megtisztulva, egy kicsit felfrissülve elmenni. Nekünk ez a célunk. Igen, ez mindig megerősítést jelent hallgatónak és előadónak egyaránt, mint ahogy megerősítést jelent, gondolom, egy olyan meghívás is, amely május elején veletek kezdődik, Bécsben a május, ráadásul áldott emlékű, mint Szenti Bíboros emlékére lesz egy nemzetközi egyházi konferencia. Ez önmagában megtiszteltetés róla beszélni, egy ilyen konferencián részt venni, de szerepelni és megidézni őt egyházi dalokkal, azt hiszem, hogy ez kivételes lehetőség. Olyannyira kivételes, hogy én magam is meglepődtem, amikor megkaptam ezt a meghívót, Együtt Európáért, ez a címe, ez évek óta megrendezik már Európa különböző országaiban, az idén Bécsben, és amikor megkaptuk a meghívót, hogy ezen a megnyitón mi énekeljünk, sőt, igazából a megnyitó délelőttjét fogjuk színesíteni, különböző blokkokban fogunk énekelni, megdobbant a szívem, hogy egy ilyen európai konferenciára minket hívnak, és mikor elmondtam a kórusnak, akkor mindenki nagyon-nagyon örült. Nyilván ez egy nagyon komoly felkészülést jelent, hiszen Együtt Európáért, és tudni kell, hogy azért az idén ez a békéről fog szólni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Összeszedni azokat a nemzetközi kórusműveket, több nyelven énekelni, elindulni hajnalban, hogy ott legyél 8 órakor Bécsben, hogy elfoglald a helyet, hogy kipróbáld a termed, hogy a programokat előre lehessen tudni. Például most fogom megtudni, hogy milyen nemzetiségű előadók lesznek itt. És akkor megpróbálunk olyan kórusműveket találni az ő nemzetiségükből, ami a békéről szól. Azt már tudom, hogy lengyel biztosan lesz. Azt már tudom, hogy angol biztosan lesz, tehát már angol nyelvűt is találtam. És hogy ezeket, hogy mégis változatos legyen,
és természetesen a magyar nyelvű kórusműveket, nem elfelejtve Kodályt is például. Igen, ez rendkívül felelősség egyik oldalról. Én azt gondolom, hogy a énekesnek, a karnagynak nem különben, mert azt hiszem, hogy hazánkat, Magyarországot képviselitek. Elsősorban, igen. És ez igen. Kiemelten fontos. Igen. Mint ahogy kiemelten fontos a szűke pátriánkban is, hiszen már nyárnál járunk, így az előzetesben, a Velencetavi Fesztivál, mert én azt hiszem, hogy rendben van, hogy a Balaton itt van, nem messze, de igazából a Velencei tó a miénk, és a Velencei Tavi Fesztivál esztendőről esztendőre bizonyítja, hogy igenis megérkeznek oda a vendégek, és örömmel teszik. Feltéve, ha hallhatnak olyan dalokat, amelyek ezt megerősítik. A Velencei Tavi Fesztivál már szinte elképzelhetetlen nélkülünk, és ezt tényleg úgy értem, hogy kiindult ez a fesztivál a Tiszatavi Fesztiválból sok-sok-sok évvel ezelőtt, és aztán úgy gondolták a szervezők, hogy hát van nekünk három nagy tavunk, akkor ne csak a Tiszató legyen, hanem a Velencei Tó, sőt a Balaton is, és már tavaly előtt a Velencei Tónál is megrendezték ezt a Velencei Tavi Fesztivált. Nekünk ez egy nagyon nagy öröm, hiszen mi egy állomása vagyunk ennek, a Sukorói templom, ahol mi fogadjuk majd a biciklistákat, akik beülnek egy kicsit szusszanni és meghallgatni egy koncertet. Ez is érdekes, mert egy ilyen szép ősi templomban énekelni úgy, hogy felfrissüljenek azok a odalátogatók, ez megint egy különleges műsort és egy programot kell, hogy szerkesszek ehhez, és nagyon szereti a közönség, vidám legyen, ugyanakkor azért az egyháztól nem elrugaszkodott, és nagyon szeretjük, nagyon az az érdekessége ennek, hogy amikor ide megérkezünk, akkor már sokan előre beülnek, hogy a próbát is hallgassák. Most ilyenkor úgy kell ám próbálni, minthogyha már az egy koncert lenne, és ezt már nagyon értik a kórustagok is, hogy ilyenkor hogyan kell énekelni. Igen, hát emelkedett hangulat kíséri, mint amit 1014 méteren a Gyöngyös Patán, a muzsikál az erdő. Ez is egy különleges dolog, hiszen a kékestető a miénk, és hát azt hiszem, hogy egy ilyen koncertsorozat pedig megint egy nagy kihívás. Gyöngyöspata, kékes, ez megint a muzsikál az erdő, megint a szívünk csücske. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan okos találmány, hogy az erdőben, a mezőn, a természetben énekelni. Az elején egy kicsit féltem, hogy hát elszáll a hang, hát az nem olyan. És közben kiderült, hogy nem, hiszen annyira meghitt ez a dolog, hogy ott énekelni, és emlékszem, hogy 2018-ban, amikor a koncertünket hallgatva egy költő ott helyben írt egy verset, a Zengjen a dalt, amit ugye arra kiírtunk egy zeneszerzői pályázatot, és azóta azt folyamatosan énekeljük. Ez lett a muzsikál az erdőnek a dala, a himnusza. És hát, hogy ez hozzá kötődik, ez különösen is nagyon jó, hogy mi meg tudtunk ihletni ott egy költőt. És minden alkalommal, amikor ide elmegyünk, bárhova az ország tájára, muzsikál az erdő keretén belül, mindig azt gondoljuk, hogy na, akkor most megint úgy kell énekelnünk, hogyha netán itt ül egy költő, vagy valaki, nyugodtan faragjon egy verset a mi éneklésünkből, és hát a Gyöngyöspatai gyönyörű templomban is fogunk énekelni, ami pedig nekünk megint egy különleges, hiszen vannak a sorainkban katolikusok, reformátusok, evangélikusok, és mind egy szívvel tudunk együtt énekelni, mondhatni, hogy kissé már ökumenikus a kórusunk, ami nekünk egyben a célunk is. A cél pedig az, én azt gondolom, hogy évről évre, vagy legalábbis azóta, mióta az Aberige Szimfonikus Zenekar átalakult Ruf Tamással, Dobszai Péterrel, Dobri Danival, és Szabó Balást is említem természetesen, mert a Harmonia Albensis is egy új elemekkel gazdagodott, és azt hiszem, hogy ez a koncertsorozat, a templomi koncertsorozat az, ami mindenképpen vonzó, függetlenül egyébként attól, hogy hol van, melyik templomban játszanak, de én biztos vagyok benne, hogy ez megszólítja az embereket Fehérváron is. És így lesz ez most július 27-én is. Így van. Nagy valószínűséggel egy Mozart misét fogunk majd ott előadni a zenekarral, Dobszai Péter vezényletével. Azt ugye mindenki tudja, hogy
most már majdnem 10 éve mi Dobszai Péterrel rendszeresen együtt dolgozunk, és évről évre adunk koncerteket, és hát én nekem nagyon nagy öröm, hogy ő lett a művészeti vezetője az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak, mert hát valljuk be, hogy látszik azért, hogy óriási változáson mennek keresztül, és fantasztikusan muzsikálnak évről évre, most már, hogy a Péter keze alatt tudnak muzsikálni, és hát nagyon várjuk ezt a nyarat, mert a Harmonia Albenzisben mindig egy megbecsült érték szerepelni, felkészülni, és ott egy nyári koncertet adni a templom keretein belül, ez megint egy különlegesség. Ugye ez a nyár közepe, de hát a kórustagoktól megkívánja azt, hogy a nyári szünetben is, amikor ugye júliusban majd elengedem őket, kicsit gyakoroljanak, meg össze fogunk még jönni. Hihetetlen az a fegyelem, hihetetlen az az elkötelezettség, amit minden egyes kórustagtól megtapasztalok, minden koncertünk előtt, akár most a farsangi koncert előtt is, mert ugyanez egy vidám koncert, de az nem azt jelenti, hogy akkor elengedhetem magam, az még nagyobb fegyelmet kíván, hogy mikor megyek be, mikor jövök ki, és olyan fegyelmezettek, és mindent olyan szépen megtanulnak, hogy én nekem mondhatni azt, hogy könnyű dolgom van, hiszen rájuk alapozhatok. És ők pedig, mivel engem figyelnek, ezért egy olyan összhang van köztünk, ami hát én nekem ez volt a célom, és az utóbbi években tapasztaltam meg ezt a különlegességet, ezért is mertük bevállalni ezt a nyári Harmonia Albenzist is, mert én biztos vagyok benne, hogy ők otthon is fogják gyakorolni majd azt a művet, amit a zenekarral együtt előadunk. Igen, hát közösséget alkotnak, és ennél több nem kell, természetesen a dalon túl. Viszont augusztus vége, hagyományosan kórustábor. Én azt gondolom, hogy ez egy kiemelt esemény mindenképpen. Táborozni általában nagyon-nagyon jó. És ha ez párosul dallal, és olyan szinten, ahogy megszokhattuk esztendőről esztendőre, akkor ez egy csoda dolog. A legjobban várt programunk ez a 3 napos kórustábor, hiszen ez nem csak a közösségépítés szempontjából, nem csak a barátkozás szempontjából, és nem csak az együtt töltött idő szempontjából nagyon-nagyon fontos és hasznos, hanem azért is, mert ilyenkor készülünk fel a következő évadra, és mindig van bőven. Ezért szeretem én már januárban, februárban megtervezni a következő évadot, hogy tudjam, hogy nyáron majd mivel kell a következő évadra készülnünk, és milyen programjaink lesznek, hiszen a táborban már ezt gyakoroljuk, és ez annyira jó, hogy belekezdünk művekbe, és azok már nem lesznek ismeretlenek, például karácsony előtt, amikor adventben készülünk a karácsonyi koncertre, már tudják, hogy ez miről szól, belekóstolunk. Ugyanakkor itt komoly zenei képzés is van, tehát szolmizálás, hangképzés, nagyon sok fejlesztés. Így van, tehát és nagyon fontos, hogy őszbe hajlik, és azért beszélünk így, mert ez mindig meg is történik, esztendőről esztendőre. Tehát az ősz elején pedig egy ortodox koncert vár rátok, itt Fehérváron, ami megint egy ilyen értelemben nagyon-nagyon fontos, hiszen ez más. Tehát általában azt gondoljuk, hogy a templomi koncertek, a templomi művek a zeneszerzőknél hasonlóak, nem így van. Egyáltalán nem így van, és amikor a sokszínűségről beszélek, akkor itt nem csak műfajon belül beszélek a sokszínűségről, hogy operett, sanzon, opera, vagy hanem az egyházi műveken belül is rengeteg sokszínűség van. Az ortodox koncertek azok teljesen mások, és éppen a napokban gondoltam el, hogy több dologban is hagyományt teremtettünk itt már a farsangi koncertek kapcsán is, de az ortodox koncertek kapcsán is, hiszen ilyenkor szeptember vége felé ez egy olyan stabil program, hogy szinte már beírja a közönségünk a naptárba, hogy szeptemberben lesz ez az ortodox. Ugye oda sokan nem férnek be, de azért igyekszünk a koncertjeink, más koncertjeinken is megmutatni ezeket az ortodox műveket. Ezekkel készülni, az egy teljesen más lelkületű kóruspróba, amikor ezeket az ortodox műveket elővesszük, hiszen olyan mélyek, és nem csak hangilag, hanem lelkileg olyan mély művekről van szó, és most biztos, hogy Hilarion Metropolitának újabb műveit fogjuk megtanulni, és meg fogjuk mutatni ezen a koncerten. És végül az
esztendő végén, bár nyilván lesznek, amiket kihagytunk, de ezek most az alapvetések szeptember végén és október 1-én. Ugye azt írtad nekem, hogy Pueri Cantores Veszprém, végre Magyarországon is. Miért? Így van, miért így is? Van, így van. A Pueri Cantores Egyházzenei Fesztivál egy világ zenei fesztivál. 50 ország a tagja, több mint 1000 kórus a tagja, Magyarország még nem tagja, de minket tavaly Krakkóban az a megtiszteltetés ért, hogy annak ellenére, hogy Magyarország nem tagja a Pueri Cantoresnek, a Vox Mirabilis tagja a Pueri Cantores Egyházzenei Fesztiválnak. Szerettük volna végre Magyarországra is elhozni ezt a fesztivált, és sikerült a Veszprémi érsekséggel közösen egy olyan időpontot kialakítani, hiszen ugye Veszprém most a kultúra fővárosa, és ennek a keretén belül erre is sor kerülhet. Úgyhogy szeptember végén ott leszünk 3 nap, mi egy kiemelt kórusa vagyunk ennek a fesztiválnak. Most volt a zeneszerzői verseny elbírálása, én is zsűritag lehettem, hál' Istennek, és nagyon-nagyon jó himnusz született, úgyhogy már hamarosan kezdjük tanulni, és hát sok-sok nemzetközi ifjúsági kórust fogunk üdvözölni majd ott. Én ennek nagyon örülök, hiszen ezzel azért Fehérvárt is oda visszük egy kicsit, és Fehérvár hírnevét is Európa szerte öregbítjük. Nos, hát a kórus muzsika barátain azt hiszem nem csalódhatnak, idén sem teszem hozzá. Hát ehhez kívánok sok-sok erőt, egészséget, sok próbát, mert erre rendkívül szükség van. És én pedig azt ígérem a Vox Mirabilisnak, és természetesen kedves nézőink önöknek is, hogy a lehetőségeinkhöz mérten mindenütt ott leszünk és beszámolunk erről. És még hadd tegyem hozzá, miközben Zemlényi Katicának megköszönöm, hogy megtiszteltél, hogy a Paletta magazinban, illetve erről a koncertről, amiről beszéltünk az elején, tehát a Farsang Farfi koncertről teljes egészében láthatnak egy felvételt. Tartsanak velünk. Katica, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra, minden jót. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.